Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most azt gondolom így előjáróban, hogy alig akadt hazánkban sportkedvelő, aki ne ismerné Somos Zoltán sportszakmai portfólióját, akik ne hallgatták, ne látták volna olimpiai világbajnokságon, Európa-bajnokságokról, futball, illetve kosárlabda mérkőzésekről közvetítéseit, kommentátorként. Ne olvasták volna az írásait, ne nézték volna egy-egy sportszakmai beszélgetést itt a Fehérvár televízióban. Ahhoz azonban, hogy egy kicsit jobban megismerjük Somos Zolit, hogy közelebb kerüljünk a hivatás választásához, ismernünk kell az előzményeket is, meg kell ismernünk adott esetben azt a fiatalt, azt a gyermeket, aki aztán kiaknázta a benne rejlő lehetőségeket mindannyiunk örömére. Tehát vendégem Somos Zoltán. Szia Zoli! Köszöntöm a kedves nézőket, szia Lajos, és köszönöm a meghívást. No, hát akkor béketérre látogassunk el. Én azt gondolom, hogy a béketér az csoda, az áldott hely, hiszen a Horvát István utcában megszületett fiataloknak egy csodapillantokat ajándékozott meg, és ugye hát az mondjuk el gyorsan, hogy most az Ákosról, ikertestvérről nem fogunk beszélgetni, majd ő egy külön, de azért az élethez, az életedhez abszolút hozzá kapcsolódik minden egyes pillanat. No, tehát béketér. Így van, a béketér nekem a gyerekkor, és jóval több is annál, hiszen gyakorlatilag az egyetemi tanulmányaim végéig én ott laktam. Ugye egyetemre Pécsre jártam, akkor már csak inkább így haza látogatni érkeztem sokszor, de az volt tényleg az otthon. Ugye az én szüleim Székesfehérvárra költöző emberek voltak, de amikor mi születtünk, akkor már itt éltek évek óta, és amikor mi megszülettünk, akkor ők, ha jól tudom, Maroshegyen egy ilyen valami kis albérletben laktak, és akkor hát ez ugye még a tanácsi időszak volt. Végül is anyukám, aki pedagógus volt, és az Árpád akkor még szakmunkás képzőnek hívták, iskolában tanított egész életében, ő valahogy kijárta, mikor ikerterhesség után megszülettek a gyermekei, hogy egy ilyen tanácsi lakást kapjanak apuval, ami számukra akkor a mennyország volt, hát nem tudom, egy 50-valahány négyzetméteres, teljesen átlagos kis lakás ez, de nekik ez akkor egy szenzációs dolog volt, hogy kiutalták, és aztán később ugye ezt a lakást lehetett megvásárolni, és hát ez egy olyan környék, tele ilyen lakásokkal, ilyen házakkal, amely hát nem feltétlenül az épületek szépsége vagy líraisága miatt volt nagyszerű számunkra, de a gyerekkor soha nem erről szól. És én azt hiszem, hogy teljesen függetlenül attól, hogy valaki hova születik, tényleg egy kacsalábon forgó palotába, vagy pedig egy panel lakásba, vagy valami szerényebb körülmények közé, azt az élményt, azt, amiből adott életben, egész életedben táplálkozol, azt nem ezek a körülmények határozzák meg, hanem az a közeg egyrészt, amit otthon kapsz, az a szeretet, az a törődés, az a nevelés, másrészt pedig az a szociális környezet, ami viszont tágabban, tehát kilépve egy lakásból már sokkal nagyobb területet jelent, tényleg akár területileg is. A béketér maga azokkal a fantasztikus gesztenyefákkal, azzal a játszótérrel, ott nagyon sok különböző foglalkozásokat összegyűjtő lakások voltak, volt rendőrház, voltak ugye a mi bérházaink, rengeteg gyerekkel a mi korosztályunkból is, nekem vannak emlékeim nálam idősebb gyerekekről, akikre úgy néztünk, itt a nagyfiúkra, akikhez szólni se mertünk, de mégiscsak együtt fociztunk időként, bevettek a játékukba, és volt a mi korosztályunk, a mi generációnk, egy iskolában, az ömében a béketéri általános iskolában, ami akkor még ugye nem Kodály volt, csak béketéri általános iskola, és hát elképesztő mennyiségű játékkal, sporttal, focival, mozgással, közösségi tevékenységgel. Az, hogy az ember tényleg egyfajta közösségi lény lett, hogy egy közösségben milyen módon lesz hangadó, vagy cselekvő, vagy csak a többieket követő, ez mind ott derül ki. Ugye a foci kapcsán szokták mondani a grundok hagyományát, hogy hát a magyar foci akkor volt, amikor még volt a grundok, de a grund, és ezt nyilván tudjuk Molnár Ferenc óta, az nem csak sport, és nem csak foci, az egy élettér, egy életközösség, olyan gyerekek, olyan társaság, akik aztán egy életre együtt maradnak, hát ha máshogy nem, akkor emlékekben, meg lélekben biztosan. És hát nekünk nagy szerencség volt, mert tényleg ezen a béketéren mindig volt mit megélni, mindig volt játék, mindig volt élet.
és hát a mai napig ezt felemlegetjük, hogyha valakivel összefutunk, vagy ugye ha csak a saját emlékeinket felidézzük. Nos, hát ebből adódik a sport szeretete mindenképpen. A másik pedig, ami a teljes életedre jellemző, a sportszakmai részen túl, az értelemszerűen a kultúra. Hiszen a könyvek, a színház az ma is elkísér. Ez nyilván az eredendő az ismét csak az otthon. A másik viszont, hogy mit kaptál az általános iskolában, hogy ezt tovább tudtad vinni? Alapvetően nekünk tényleg, amit kaptunk, azt mindent a szüleinktől kaptuk. Nagyon korán megtanultunk olvasni, gyakorlatilag mi hát egyrészt irodalmi alkotásokon, akkor még mivel nem az irodalmi élmény befogadva, rengeteg verset hallgattunk, olvastunk meséket, könyveket egy idő után, aztán jöttek a regények, tényleg nagyon korán. És hát az a, valóban az a kulturális alap, amit az ember ilyenkor megszerez, az tényleg annak köszönhető, hogy otthon erre mennyire bátorítják, irányítgatják. Egyáltalán nem voltunk mi erre tudatosan rá kényszerítve, nem kellett nekünk otthon olvasni, de mondjuk Vörös Sándor gyerekverseinek a ritmusaira trappoltunk végig a Gyümölcs utcán, ami akkor még Schönherz utca volt, a bölcsőde felé, úgy húzott minket egy kis kordén apukánk a futrobog a kicsi kocsi ritmusára. Ezeket a verseket már akkor megtanultuk, utána elkezdtük olvasni a Toldit, ezt sokszor elmondta Ákos is, amikor ugye nemrég létrehozta az előadást a Toldiból, hogy Básti Lajosnak volt egy fantasztikus dupla lemezen, mondta el a Toldit, azt mi rongyosra hallgattuk tényleg a bakelitet otthon. Tehát ezek voltak azok az élmények, amiket nem is tanulásként éltünk meg, egyszerűen remekül szórakoztattak minket. És aztán ebből jött nyilván sok minden később, sok más olvasmány élmény, a színháznak, az irodalomnak a szeretete. Ugye édesanyám magyar tanár volt, apukám is abszolút a humán vonalon, őtőle pedig tényleg jött a sportnak, a mozgásnak, a természetnek a szeretete. Ez egy csodálatos elegy volt, ők nagyon jól tolerálták és segítették egymást ezekben a szenvedélyeikben, is hagyták, hogy mi mind a két irányba, tehát a kultúra, az irodalom, a színház felé is elmozduljunk, miközben a mozgás, a sport, a természetjárás, a természet szeretete, ez pedig mindezt így tökéletes elegyé alakította ki. És ezzel kísért benneteket Ákossal együtt a középiskolába is. Ez nyilvánvaló volt, hogy a humán érdeklődés akkor már tudatossá tesz valakit, gondolok itt, tehát a Somos fivéreknek egyenes útja volt a Pécsi Tudományegyetemre. Ugyanakkor azért hadd kérdezzem meg, hogy a középiskolától mit kaptál? Hiszen azért az egy kivételes a 14-től 18 éves korú tinédzsernek. Milyen pedagógusok veszik körül, mennyire irányítják, mit lehet tőlük megtanulni? Nekem az életemnek a legmeghatározóbb élménye a középiskola. Azt gondolom a mai napig. Az egyetem is egy másfajta közegben, de a Teleki gimnáziumban, hova jártunk, ott részben szerencsénk volt tényleg egy olyan osztályfőnökkel, Mihály Gyulával, aki akkor volt, azt hiszem, ilyen 26-27 éves, mikor minket a második osztályát megkapta. Gyakorlatilag velünk élt. Tényleg mi voltunk a családja, akkor nősült egyébként, amikor oda jártunk a Telekibe, még verset is mondtunk az esküvőjén, de tényleg mi voltunk a családja, és volt egy olyan tanárgeneráció akkor a Telekiben, hát sajnos most megy már nyugdíjba lassan az utolsó mohikán is közülük, akik fiatal tanárok voltak, ez az 56-57-es születésű fiatal emberek, akik nekünk tényleg egyrészt a tanáraink voltak, másrészt amennyire nyilván a rendszer engedte a barátaink is, sokkal közvetlenebb volt a viszony. És ez az egész légkör, hozzáteszem, az idősebb tanáraink között is nagyszerű emberek voltak, létrehozott egy olyan közeget, amiben ez ugye gyakorlatilag már az úgynevezett átkos rendszer vége volt, én 88-ban érettségiztem, mi voltunk az utolsók, akik még 56-ról, mint ellenforradalomról tanultunk, és érettségi tételünk nekünk úgy volt. De annak a rendszerek a korlátai között is már lehetett egyfajta szabadságot élvezni, beszélgetni róla, vitatkozni róla, és soha nem mentem el politikai irányba, nem nagyon foglalkoztatott, nem is ez, mi tényleg az életnek a bulis, a szabad, a sportos, a vidám oldalát éltük. Egy fantasztikus osztállyal, olyanokkal, akikkel mai napig tartjuk a kapcsolatot, összejárunk, nem csak az érettségi találkozókon, elképesztő élményeket adott, és mindig azt figyelem azóta is, nekem ugye 4 gyerekem is azóta a Telekibe járt, illetve a mai napig oda jár, hogy ők megkapják-e ugyanezt, hogy vajon ők is megélik-e így a középiskolai éveket.
Látom, aki igen, látom, aki nem. Én azt gondolom, hogy tényleg egy áldott kivételes helyzet volt a miénk. Részben azért magunknak is köszönhettük, mert létrehoztuk ezt a közösséget, tettünk érte, hogy legyen. Tényleg mi, ha hazamentünk az iskolából, ledobtuk otthon a cuccot, jó volt a kötelező tanulnivaló, de majdnem azonnal mentünk is vissza, vagy focizni, vagy színházazni, vagy bulizni. Egy olyan kulturális tér is volt a Teleki, akkoriban még nem voltak azért ilyen buli helyek, nem volt ez a fajta közösségi élet, ami a városban most vagy a világban. Nekünk tényleg az iskola volt minden. És ezt egy nagyon megértő, nagyon támogató, rettenetesen toleráns és baráti tanári közeg segítette, úgyhogy én végtelenül hálás vagyok ezeknek a tanáraimnak azóta is. Egyenes utad, egyenes utatok vezetett Ákossal együtt, hát igen, ez a ikerség misztériuma Pécsre. Hát ez nem teljesen így volt egyébként, több szempontból sem. Én nekem mai napig visszatérő emlék, hogy gyerekkoromban, mikor otthon feküdtem éjszaka, és néha így, vagy nem tudtam elaludni, vagy felriadtam, és én megrémisztett a jövő, hogy mi lesz velem, mit fogok én csinálni. Én mindig tudtam, hogy a pillanatnyi dolgokat élvezem az iskolába, általánosba is, meg a középiskolában is, de halvány fogalmam sem volt, hogy mi lesz belőlem. Nekem nem voltak olyan kézügyességei, vagy olyan érdeklődésem, ami szakma felé irányított volna. Pedagógus családból egy ideig kifejezetten azt gondoltam, hogy én nem szeretnék tanár lenni, láttam a szüleimnek a dolgait, és nem azért, mert nem lettek volna elhivatott, vagy remek tanárok, hanem mert azt gondoltam, hogy nem az vonz. És aztán épp a Telekiben is, épp az említett tanárok hatására lett aztán mégiscsak az, hogy Pécsre a akkor még tanárképzőkar, amíg oda jártam, akkor lett bölcsészkar belőle, adtam be a jelentkezésemet. Hozzáteszem azért is, mert ott indult olyan szak, a magyar irodalom nyelvészet, ami az országban egyedül ott volt. Én a magyart szerettem a legjobban, azzal akartam foglalkozni. De az a helyzet, hogy Ákos velem együtt felvételizett, viszont őt háromszor is nem vették fel. Hát még egészen más felvételi rendszer volt, nem olyan, mint manapság. Nagyon szigorúan meghatározóak voltak a középiskolai érdemjegyek, akár korábbiak és akár olyanok is, amiknek semmi közük nem volt amúgy a választott szakunkhoz. És hát neki nem sikerült, pedig hát legalább annyira, vagy még inkább odavalóbb és alkalmasabb lett volna, mint én. Viszont neki aztán ez egy óriási, tulajdonképpen pozitív kanyart is hozott a pályafutásában, vagy az életében, mert amíg én már egyetemre jártam, ő elment a Merlin Színházba Jordán Tamásékhoz színházat tanulni, az egész életét, az egész szemléletét befolyásolja mai napig, amíg ott tanult, nem csak a színházról, az életről, kultúráról, mindenről. És amikor aztán később, utánam 2 vagy 3 évvel végülis ő is oda került Pécsre, ahol akkor én már tanultam, akkor ő már ezt hozta magával, és akkor ő hozott oda is egy ilyen új fuvallatot, akkor csináltuk meg a színházunkat, akkor hozott bele ő egy olyan csomó dolgot, amit aztán együtt megint nagyon jó volt megélni, és hát az meg már csak tényleg a poén része a dolognak, hogy az ikerség az, ami mi tényleg 18 éves korunkig nem voltunk külön soha, minket mindenki együtt ismert, aki engem ismert, az Ákost is tudta, hogy mi egyformák vagyunk, de ott lett egy olyan szituáció, amiben ő jött, és volt, aki nem is tudott róla, és akkor azzal szembesülni, nekem van egy ikertestvérem, ez azért hozott elég érdekes helyzeteket. De akkor nagyon jó volt, meg megint volt 2 év, amikor együtt voltunk, és ezt az egyetemi közegnek a nagyszerűségét is közösen tudtuk élvezni. Kik voltak azok a professzorok, azok a tanárok, akikre ma is szívesen emlékszel, akik voltak éppen elindítottak a pályán, hiszen már egyetem előtt is azért írtál, de ott azért ki tudtál teljesedni? Hát igen, az imént ugye említettem a középiskolában Mihály Gyulát, de Südi Pétert, aki a természetjárásban volt nekünk a vezetőnk, és a mai napig járunk együtt vele kirándulni, őt is mindenképpen szeretném megemlíteni. Az egyetemen is voltak igen nagyszerű tanárok, engem Nagy Imre tanárú professzor úr vett fel az egyetemre, nála felvételiztem, aki a romantika korának, meg kicsit korábbi magyar irodalomnak volt a tanára. Nagyon kedveltem, egy igazi, tipikus professzor volt, mindig nagyon elegánsan öltözve, szépen artikulálva, nagyszerű előadásokat tartott, és az is nagyon jó volt, hogy később, évekkel később, mikor én már sportriporter voltam, és országos tévében dolgoztam, találkoztunk, és mindig emlegette, hogy a közvetítéseimben visszahallja az én humán műveltségemet, és hogy tetszett neki, amikor én valami görög meccset közvetítve. Pontosan. Igen, görög irodalomra, meg filozófiára utaltam, tehát hogy így nyomon követett minket. De tényleg nagyon sok tanárom volt, épp a napokban voltam nagyon szomorú, mert Kálmán C. György, aki egy méltán népszerű, kiváló irodalom professzor volt,
az egyetemen, ő most hunyt el ugye múlt héten, és nagyon szomorú, mert egyébként nem volt öreg, és a Facebookon mai napig aktív volt időnként, láttuk a kommentjeit, az Ákosnak a posztjai alatt tartottuk vele a kapcsolatot, de rajta kívül is egyébként például Horányi Józsefet szeretném megemlíteni, aki nekünk egy kicsit félelmetes figura volt, ő a nyelvészetnek egy hihetetlen nagy koponyája, egyébként is Magyarország szerintem egyik legokosabb embere. Ő volt a másik, aki minket felvételiztetett, és én tőle kifejezetten féltem, mert egy annyira intelligens, annyira okos ember volt, hogy hozzá képes senkinek éreztük magunkat, vagy én legalábbis. Ugyanakkor ő is képes volt olyan részét a tudománynak megismertetni és megszerettetni velünk, amikben én például nem is voltam annyira otthon, és nem is gondoltam volna tényleg a logikától a nyelvészeten keresztül nagyon sok területen. És hát nyilván egy egyetemi években ezek meghatározók, hogy milyen professzorokkal találkozik az ember. Hozzáteszem, hogy én a mai napig az egyetemre is úgy emlékszem elsősorban, mint közösségi élményre, ahol mi az egyetemen, illetve nagyon nagy részben a kollégiumban létrehoztuk a saját kis közös tereinket, újságot csináltunk, színházat csináltunk, közös életet éltünk ott több tucat azonos ívású, azonos érdeklődésű fiatalember. Úgyhogy az volt a másik óriási élmény, ami az én, hát nem is tudom, közösségi, szellemi fejlődésemhez nagyon nagyban hozzájárult. Ugyanakkor még a végzésed előtt, hát nyilván sporttal foglalkoztál, hiszen saját bevallásod szerint a népsport, a nemzeti sport akkor már az egyik alapvető olvasmány volt napról napra. De volt elképzelésed a jövődről? Mert hogy ugye úgy ismerem a történetet, hogy végzősként a tévé felé sétáltál, és egyszerűen beállítottál, hogy szükség van-e sportriporterre, már mint itt Fehérváron először. Így van, annyira furcsa ez ma már, mert tényleg azt gondolom, hogy abszolút ez volt nekem és nekünk megírva. Arról nem beszéltünk azért, hogy gyerekkorunkban mi az Ákossal gyakorlatilag semmi más nem játszottunk, csak sportközvetítés. Nekünk ilyen játékállataink voltak, a gombfocit leszámítva ez volt az, amit csináltunk. A játékállatokkal meccseket játszottunk, a rádióban, a tévében, az újságban látott, hallott közvetítéseket utánozva meccseket közvetítettünk, saját újságot, meg tudósításokat írtunk. Nekünk ez volt a játék. Az, hogy a Népsporton tanultam meg olvasni részben, ez nem olyan nagy dicsőség, és vissza is kaptam persze a magasabb kultúrszintet képviselő kritikusoktól, hogy na hát látszik, hogy a Népsportból művelődtél. De tény és való, hogy a sportsajtó az is gyakorlatilag gyerekkorunktól hozzátartozott a mi olvasmány élményeinkhez. És innen nézve azt gondolom, hogy valahol ez logikus volt, ugyanakkor tény, hogy még az egyetemre járva is úgy voltam vele, hogy én belőlem tanár lesz. Én elvégeztem itt a próbatanítást a Telekiben, amikor kellett az egyetemen, és tényleg nem volt bennem, hogy más, még Pécsen se nagyon mászkáltam ez irányban el. És aztán tényleg az történt, ez 1994-ben, én 95-ben végeztem, és 94 őszén sétáltam, és ahol most azt hiszem Okmány iroda van, igen, vagy kormányhivatal, munkahelyi központ volt még ott a piac téren, ott megláttam egy matricát, hogy Sport TV Fejér. Ez ugye Sipos Józsefnek, a Fehérvár TV későbbi igazgatójának, a Hírlap korábbi sportrovat vezetőjének volt a kis saját tévéje, egy kábel tévé. Nézem, hát mondom, fölmegyek, megkérdezem, nem kellene nekik esetleg, vagy nem lehet-e így dolgozgatni egyetem mellett néha. És a Sipi mondta, hogy persze, nem ismertük egymást, de azonnal mondta, hogy lehetőség adva van, menjek, nem tudom, aznap, vagy azon a hétvégén már egy, azt hiszem, egy repülőnap volt ott kint a Fehérvár határában, és akkor egy ejtőernyős házaspárral csináltam egy interjút, emlékeim szerint az volt az első, ami lement, és a Sipi rögtön látta, hogy ez van érzékem, és akkor onnantól kezdve folyamatosan adta a munkákat, én meg elkezdtem foglalkozni, akkor elérkezhetett az az idő, amikor nem a játékállatokat, hanem igazi húsvér focistákat közvetíthettem mérkőzésre. Még arra is emlékszem, hogy egy Matáv Sopron Parmalat, akkor éppen ugye Parmalat volt a fehérvári foci csapat, egy magyar kupa meccset közvetítettem, ami egyébként Sopronban volt, és a Matáv Sopron akkor azt hiszem másodosztályú volt, de megverte a Vidit. És ez volt az első meccs, amit közvetítettem ott a helyszínen. Akkor még ugye lehetett a vidéki tévéknek is elutazgatni saját csapatot közvetíteni. És akkor ez így elkezdődött, ment, és akkor még mindig nem gondoltam, hogy nekem majd ez lesz a professzionális munkám, de amikor 95-ben elvégeztem az egyetemet. Igen, és jött a sportriporter, kerestetik. Igen. Egy nagy sikerrel.
Hát akkor, akkor már, mivel egy ideje ugye tévézgettem ezen a városi szinten, akkor gondoltam, hogy, hogy persze miért ne. Nyilván szerénytelen nem leszek, tehát érezte az ember, hogy van benne tehetség, meg hogy, hogy meg tudja csinálni, és akkor jelentkeztünk erre a Sportriporter Kerestetik vetélkedőre, ami egy országos merítésű, de akkor nem országosan, hanem talán Budapest környékén fogható tévéből, ugye egy Árfás Tamás tévéjében szervezték, viszont hát ő azért oda mozdította az összes létező nagy ágyút, a tényleg a Knézi Jenőtől Vitrai Tamáson, hát mindenki zsűrizett, akkori nagy sportújságírók, és hát ez egy fél éves nagy vetélkedő volt, valamikor nyáron indult, és karácsonykor volt a döntője, és hát igen, a nem is tudom, 500 induló amennyi volt, végül is ugye egy ilyen hatos döntőben mind a ketten bekerültünk Ákossal, és aztán ő nyerte meg, én pedig a negyedik lettem, de nem is a helyezés volt a lényeg, hanem hogy tényleg akkor ez már így elindított a pályám. Hát Sulek Csaba figyelmét felkeltettétek, az biztos, hiszen az egy óriási lépcső volt. Ez volt az első országos csatorna a Duna TV-n, ahol rendkívül fontos szerepet játszottatok. Annál is inkább, hiszen ne feledjük, hogy néhány évvel később Mob Media díjasok lettetek, a Duna TV sportszerkesztősége, ami, ami egy kivételes dolog, mondom. Hadd mondjam, hogy kik mindenki, hiszen Sulek Csaba volt a főszerkesztő, felírtam magamnak Kelemen Zsolt, a főszerkesztő helyettes, Szőke Viktória, Somos Ákos, Somos Zoltán, Mogyorosi Péter és Rész Gábor, mint szerkesztő. Tehát ez egy csoda csapat volt a tiétek. Jó közösség volt, és jó volt akkor, akkor tényleg először egy szerkesztőségben dolgozni. Amikor 95-ben ugye lezajlott ez a Sportriporter Kerestetik, hát akkor éreztették velünk, hogy, hogy tényleg a jobbaknak előbb-utóbb lesznek lehetőségeik, és akkor már Knézi Jenő engem az atlantai olimpia idején, ami ugye 96-ban volt, és kiment a Telesport teljes szerkesztősége majdnem az olimpiára, az itthoni eseményekre akkor engem már külsősként hívott, én a Telesportban közvetítettem strandröplabdát, meg ilyen dolgokat, és akkor éreztem, hogy esetleg lehetne bekerülni. Hozzátartozik mindehhez, hogy a Komlósi Oktatási Iskola, ami ott 90-es évek elején indult, annak mi az első év folyamára egyébként jelentkeztünk, és hát Hajdú B. Pistivel, Faragó Ricsivel az első klasszikus évfolyamban mi ott voltunk, csak az egyetemi tanulmányai miatt én azt nem fejeztem be, inkább akkor Pécsre koncentráltam. És hát így, így 90 után lehetett érezni, hogy ebből lehet is valami. Elindultak a kereskedelmi tévék, a TV2-nek a gól összefoglalójába dolgoztunk, gyártottunk meccs összefoglalókat, közvetítettünk, és valóban aztán 99 végén, amikor az akkori Duna TV sportszerkesztőség átment a Sydney Olimpia előtt közvetlenül a Telesporthoz, akkor új sportszerkesztőséget építettek, vagy állítottak fel, és akkor hívott minket Sulek Csaba, Egy olyan társaságban, amiben voltak ott maradtak, akik a régi szerkesztőségből, és voltak kívülről hívott emberek, nem nagy nevek, nem sztárok, de így jó volt elkezdeni egy ilyen szerkesztőségi keretben dolgozni. Más szelek fújtak, nem tudom, ma már ki tudja felidézni, a Duna TV sportszerkesztőség és maga Duna TV is egy kis műhely volt. Tehát úgy néztük, hogy a Magyar TV a nagy gyár, mi meg vagyunk a kis cég, ahol még kézzel okosgatják össze a dolgokat, de ez is felelősséggel jár, nagyon oda kellett figyelni, nagyon be kellett tartani a korlátokat, a szabályokat, és ezt is jó volt megtanulni. És lehetett közvetíteni, lehetett tényleg különböző műfajokban is fejlődni. Úgyhogy az egy fantasztikusan jó időszak volt. Nagyon élveztem, hogy a Duna TV tényleg nem egy ilyen nagy üzem volt, hanem egy sokkal családiasabb, nyugodt munkakör. Ugyanakkor ezt az időszakot követte egy olyan, ami én azt hiszem, hogy minden sportkedvelő emlékszik rá, hiszen olimpia, labdarúgó, VB-k, stb. Beszéljünk egy kicsit Athénról, hiszen akkor a Duna TV-sek még kisegítő feladatot láttak el elsősorban, de azért egy olimpián az otthonában a múltról és a jelenről beszélni egy olimpia kapcsán, az egy fantasztikus érzés lett. Hát hátborzongató volt. Maga a felkérés is, én mai napig emlékszem, hogy itt Fehérváron az egyik nagy szupermarketbe vásároltam, amikor fölhívott a Csaba, a Sulek Csaba, hogy hát az MTV-től a Vitrai Tamás őt arra kérte, hogy az athéni olimpiára bocsásson rendelkezésére két embert, és ezek mi voltunk az Ákossal, és hát ott állt az ember, és tényleg fölbe gyökerezett a lábam, és akkor fogalmazódott meg először bennem, hogy tulajdonképpen a gyerekkori álom most kezd beteljesülni, mert felfoghatatlan, hogy én olimpiára fogok menni.
És valóban így volt, ahogy mondtad, hogy kimentünk Athénbe, ahol tényleg ilyen háttérmunkát kellett leginkább végezni, off-tube közvetítéseket csinálni, kis interjúkat, összefoglalókat, de mégis benne voltunk az olimpia forgatagában, voltunk helyszíneken, és hát láttam azt a megnyitó ünnepséget, ami elképesztő, nem lehet elmondani. Tehát én, aki tényleg a kultúrát és egyébként a görög irodalom és a görög kultúra szeretetét nagyon-nagyon régóta, régen szívtam magamba, és rengeteget jelent számomra. Egy olyan megnyitón, ahol mindez megelevenedik, ahol azt érzed, hogy tulajdonképpen az olimpia tényleg itt van otthon. Ezt itt találták ki, ennek mindig itt kellene lennie, és egy olyan csodálatos megnyitót csináltak, amiben mindez nem a monumentalitásával, nem a drágaságával, a szellemiségével, a szépségével mindez megjelent, akkor azt gondoltam, hogy ez egy tökéletes dolog itt ebben a pillanatban, időpontban és helyen. Athénben egy olimpiai stadionban nézni az athéni olimpia megnyitóját, és hát szakmailag pedig nyilván ez is egy óriási fejlődési lehetőség volt. Ráadásul utána tényleg emlékszem, a Duna TV-ben a Sulek Csaba után felolvasta a levelet, amit a Vitrai Tamás küldött neki, a mi munkánkat megköszönve és kiemelve és méltatva, és akkor tényleg azt gondolta az ember, hogy hát most akkor stílszerűen a Parnassusra értünk, hiszen a mi szakmánknak az általunk legjobban tisztelt mestere dicsér meg minket, vele dolgozhattunk, neki segíthettünk egy olimpián, tehát hogy hova innen még feljebb, és hát aztán hál' Istennek jöttek újabb. Volt feljebb, így, ha feladatom. Már az olimpiánál tartunk, ugyanilyen élmény lehetett Peking 2008-ban, hiszen egy egészen különös millió Kínában bármi, de egy kínai olimpia pedig még inkább. Úgy van ezekkel az ember mindig így visszagondolva, és nyilván, vagy esetleg más ilyen hasonló feladatok is szóba kerülnek, hogy csodálatos dolog ott lenni. Athénben egyébként az utolsó két nap volt, amikor tényleg Athént magát, és azt, amit az a város mutat, és élvezetet ad, azt magunkba tudtuk szippantani, csak a munka volt. Benültünk a tévés központban, vagy kint voltunk valami helyszínen, de magából Athénból keveset, és akkor valahogy egymás mellé keveredtünk Barabás Évivel, aki ugye a Fókusznak a műsorvezetője, ő is kint volt, és akkor együtt ott bebarangoltuk Athénnak azokat a tényleg történelmi gyönyörű zugait, akkor szívtuk magunkba igazán ezt, amit az a közeg, az a környezet jelent. Pekingben pedig ugyanez volt, hogy tényleg egy egészen más, de az emberiséggel ugyanúgy egyidős, több ezer éves kultúrának a lenyomata közepette. Egyrészt a monumentalitása annak a városnak, ez a felfoghatatlan méretek, amik ott vannak, főleg tényleg távolságokban, azt megélni. És ott is egy olyan alkalom volt, amikor elvittek minket kirándulni valami szünnapon a kínai császárok nyári rezidenciájára. Az volt egy olyan, amikor tényleg úgy igazából ezt a fajta kultúrát magadba tudtad szippantani, és nyári bobban jöttünk le a kínai falról, tehát akkor tényleg voltak ilyen jó kis turisztikai dolgok, de egyebekben ott is az, hogy abban az irdatlan tömegben, a helyszínek között rohangászva, a smogtól, a párától, tehát hogy minden, ami nagyon speciális, de mégis a munkánk része, tehát nem a szépségre, meg a történelmi tradíciókra figyelve, hanem arra figyelve, amit meg kell oldani, úgy vettünk részt ott a mindennapokban, hogy szinte nem is tudatosult benned, hogy úristen, itt vagy, hol vagy, hanem feladat volt, amit csinálni kell. Igen, és ugyanez vonatkozik nyilván Dél-Afrikára, hiszen egy futball VB az olimpia mellett a második legfontosabb sportesemény, mondom én, és azt hiszem, hogy futball, illetve kosárlabda szakemberként futball VB-nél nincs magasabb szint. Hát az az igazság, hogy ugye ez 2010-ben volt a dél-afrikai VB, de előtte volt 2008, ami a pekingi olimpia éve, és amelyik évben előtte még az osztrák-svájci közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon voltunk, és ott volt az, emlékszem, mentünk Ákossal még a 2008 tavaszán az akkreditációt átvenni ki Bécsbe, autópályán mentünk ki kocsival, és akkor mondtuk egymásnak, hogy most valósul meg az, amiről álmodtunk, amikor az állatokat tologattuk a pályán, a gyerekszoba padlóján, és közvetítettük, és játszottuk, és most megyünk egy foci EB helyszínére átvenni az akkreditációnkat, ahol mi kommentátorként fogunk dolgozni. Ez olyan volt tényleg, mint hogyha az ember minden gyerekkori álma beteljesülne. És az az EB, az nekem egyébként tényleg azt gondolom, hogy olimpiákat megelőzve a legnagyobb szakmai élményem volt. Ott
3 hétig ingáztam Bécs és Salzburg között, kaptam egy saját használatra egy kis autót, ezen a két helyszínen kellett közvetíteni, leközvetítettem egy meccset Bécsben, utána beültem, elmentem 300 kilométerre Salzburgba, egy csodálatos helyen lévő kis szállodában, utána másnap onnan közvetítettem vissza Bécsbe, és így oda-vissza, önálló voltam, saját magamra voltam hagyva, közben persze kapcsolatot tartani, anyagokat készíteni, és közvetíteni, nem tudom, 7 vagy 8 meccset egy Európa-bajnokságról. Az elődöntő volt az utolsó, és azt gondoltam, hogy ez tényleg, ez az, amire azt mondja az ember, hogy úristen, hogy tudom én azt irigyelni, aki ezt csinálja. És utána jött az olimpia, ami pedig hát egy egészen másfajta kihívás, de tényleg a hely, a nagysága, az egésznek a jelentősége határozza meg. Hát a foci VB pedig ezek után valóban az volt, amikor nem az, hogy most tényleg nagyképűen hangzik, hogy hát mi nem volt még, de tényleg 40 évesen eljutottam oda, hogy voltam két olimpián, voltam téli olimpián, voltam Európa-bajnokságon, és ez csak azok a dolgok, amiket úgymond most így kiemelünk, mert egyébként én Zalaegerszegre vagy Kaposvárra elmenni kosármeccset közvetíteni is imádtam. Volt a Duna TV, mikor egy Paks-Kaposvár bajnoki döntőnek úgy közvetítettük az összes meccsét, hogy közben a Győr vagy a Sopron-Pécs női döntő helyszínei meg e között ingáztunk, és ilyen körutakat tettünk az országban, és én azt is imádtam. És hát a foci VB az meg tényleg a beteljesedés. Főleg egy ilyen helyszínen, mint Dél-Afrika, ahova azért eljutni nem mindenkinek adatik meg. Fantasztikus volt, Johannesburgban voltam majdnem végig, egy mérkőzésre, egy brazil-portugál meccsre kellett Durbanbe átruccannom. Johannesburgban előző nap két kabátban közvetítettem egy meccset, mert az itteni nyár az ugye az ottani tél, ami azt jelenti, hogy mondjuk néha lement a hőmérséklet 20 fok alá, de ott volt olyan, hogy este tényleg ilyen nagyon hideg, és akkor utána a másnap fölültem a repülőre, elmentem Durbanbe, ahol az óceán partján 24 fokos volt a víz, és mint Miami Beach dél-afrikai megfelelője, pálmafák alatt 30 fokban kellett ücsörögni. Úgyhogy hát ezek olyan élmények, amiket tényleg az ember aztán, ha turistaként nincs szerencséje, hogy megélje, akkor máshogy nem sodorja elé az élet. Az ember fél mindig elgondolkodik, hogy mi jön a teljesség után. Nem tudom, nyilván... Ahogy halad előre az embernek a pályafutása, tényleg én 25 éves koromban kezdtem el sportriporterként dolgozni, 40 évesen voltam foci VB-n, és dolgoztam már akkor gyakorlatilag 10 éve az országos médiában, de nem éreztem úgy egy percre sem, hogy én ezt most már meg tudnám unni, vagy nekem már elég volt, meg hát a hátam közepére nem kívánok egy újabb eseményt. Mondom, ugyanúgy megvolt annak az élménye is, amikor reggel úgy kelsz fel Fehérváromra, hogy ilyen végig Fehérváron laktam közben, miközben Pestre jártam 12 évig dolgozni, hogy felkelsz itt Fehérváról, lehet, hogy elmész délután Nyíregyházára forgatni egyet, és este majd megint hazatérsz. De az utazás részét, a közben a megállásokat, a kollégákkal a hülyéskedést, a forgatást, a vágást, mindezt ugyanúgy lehetett élvezni. És aztán vett egy kanyart az életem, ugye 2011 után visszakerültem Székesfehérvárra, aminek a vérkeringéséből azért jelentősen kiestem, és itt meg megtalált egy újabb, egy másik feladat. Igen, hát a Fehérvár Médiacentrum megalakulása az egy fontos pillanat volt a te életedben is, annál is inkább, hiszen azért itt is van bőségesen, hiszen volt még sportszerkesztőség, ugye azt a nézők talán tudják már, hogy most főszerkesztő helyettesként dolgozol, de ugyanúgy kommentátor vagy, ugyanúgy vannak olyan beszélgetős műsorok, amelyek közelebb hozzák a sportot, ami azért ma is rendkívül népszerű, Székesfehérváron pedig különösen. Ráadásul a közvetítésre sem mondtál le, könyveid vannak, írásaid jelennek meg folyamatosan, tehát ilyen értelemben ez természetesen ez egy kicsit más, mint az országos sajtóban dolgozni, de ez is teljes embert kíván. Igen, és nagyon sok olyan lehetőség, ami korábban nem volt, és itt pedig lehetett vele foglalkozni, mert arra emlékszem, hogy még amikor például az említett 2008-as osztrák-svájci labdarúgó EB-n kim voltam, akkor már mondták nekem a Telesportnál, hogy néha írjak egy-egy cikket, mert van valami internetes felület, ahol ezt a Telesport megjelenteti. De az, hogy van egy online oldala, egy online portálja magának a nagy cégnek, az akkor még nem volt egyáltalán általános. Úgyhogy néha küldtem valamit, nem is néztem meg, hogy megjelentett. Például online-nal foglalkozni előtte én nem nagyon tudtam, nem is érdekelt túlzottan a dolog, olvasgattam aztán az internetes portálokat, és akkor ide kerültem vissza Fehérvárra, itt pedig ugye a Médiacentrumnak van és volt, és pörögnek is az online felületei,
Például az, hogy a sportszerkesztőség vezetőjeként mi reggel a Kaiser Tomival bementünk a rádióba, rádióműsorba beszélgetni, vagy hétvégén ugyanott csinálni két órás műsort, vagy elmenni közvetíteni a rádióba, tehát rádiós műsort. A televízió az adott volt, és ahogy említetted is, ott is nem csak közvetítés, hanem napi sportadás, beszélgetés, magazinműsor. Közben van ugye heti lap, tehát az újságírást is gyakorolja az ember, hiszen az írott sajtóban is jelennek meg a cikkek, és ott volt még az online felület. Tehát egy olyan teljesség volt sportszerkesztőségként, ami nekem előtte egyébként nem volt az életem, nem volt pályafutásomban. Egy telesportnál dolgozni az egyfajta szakmai képzést jelentett, ott is nagyon sokféle műfaj van, amiben persze jó, ha otthon van az ember, de mégiscsak az csak televízió, majd hogy kizárólagosan. És itt meg most már ugye afelé halad a világ is, és ez itt a média centrumban elég hamar kialakult, hogy rengeteg más felület van, ahol lehet a közönséggel kommunikálni, ahol lehet írni, lehet megnyilvánulni, és ezeket is tanulni kellett. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó, szinte egy nagyon jó inspiráló közeg és lehetőség volt. Megérkeztünk a MÁ-hoz, de új kihívás éltett bizonyos értelemben, Európai Konferencia Ligára gondolok. Ez az egyik, az RTL Klubban. A másik pedig, hogy nagy örömmel hallottam, hogy a közeljövőben a Pál István Fesztiválon láthatunk, ráadásul Ákossal. Igen, hát most megkerestek, hogy ugye ezen a kereskedelmi csatornán megvették az Európa Ligának és a Konferencia Ligának a jogait, és ők is most már, amit előbb beszéltem, az csatlakozva nem csak a tévés felületen, hanem online felületen, digitális felületen is folyamatosan közvetítik a meccseket. Ugye most már olyanok a jogok, hogy egy időben egy média platform, egy online platformon akár 10 meccset is választhat a néző magának. Ott is kell közvetíteni, úgyhogy oda közvetítek, és valóban itt is megvannak a szokásos munkák. Hát a színház pedig, arról nem nagyon beszéltünk, az a másik nagy szerelem életemben. Ugye már középiskolában mi diákszínpadoztunk az Ákossal, a Telekiben, a Kóbor Istváné Orsi néni vezetésével. Voltunk országos diákszínjátszó találkozókon, amik óriási élmények, Csurgón, Somogy megyében, nagyon szép környezetben, kétszer is ilyen országos fesztiválon. És aztán az egyetemen is megvolt a saját színpadunk, amit létrehoztunk, és csináltunk vele erdélyi, vajdasági, magyarországi turnékat. És ott az egyetem végén nekem ez a színpadi történet egy kicsit meg is szakadt, akkor tényleg nem folytatódott. Ákos ellenben azóta is, ugye, amerre járt, mindig hozott létre produkciókat, most épp a Telekis diák színpaddal. És tavaly elkezdtünk próbálni egy darabot, ami a Covid miatt aztán elég nehézkesen alakult, és most úgy tűnik, hogy végre lesz belőle valami egy kis mini társulattal, egy svehje darabot, az Örökség címűt, amit valóban most a Pál István Fesztiválon be fogunk mutatni, és hát körülbelül 25 év után fogok az Ákossal megint egy színpadon állni, úgyhogy ez is egy jó, izgalmas dolog lesz. Érdeklődéssel várjuk. Vannak még álmaid? Hát, hogy is mondjam, igen. Mindig, amikor szóba kerülnek ezek a dolgok, akkor elmondják, és én is úgy gondolom, hogy tényleg annyi mindent el tudott érni az ember, amiről talán nem is álmodott. És nagyon hálásnak kell lenni érte, és hogyha a töredéke valósult volna, meg akkor is azt mondom, hogy végül is azzal foglalkozom, amit szeretek, úgyhogy ezért már önmagában hálás vagyok. Feladatokba gondolkozva nincsenek. Nagyon szeretném, hogyha ha sokáig tudnék még friss maradni, érdeklődő, nyitott és akár új dolgok létrehozására képes, hogy ezek mik, az majd kiderül. Úgyhogy ezt a fajta szellemi meg fizikai frissességet szeretném minél tovább megőrizni, amennyiben lehetséges. És mivel most már elmúltam 50 éves, azt mondani, hogy most már élvezik el az életet. Történjék így. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Somos Zoltán volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!